Ezen a felvételen egy kigyulladt kéményt láthatunk. Jól látható, hogy a tűzoltók nagy erőkkel próbálják eloltani a kialakult kéménytüzet. Ilyen esetekhez a fűtési szezon beindulásával egyre többször kellett vonulniuk a Tolna megyei lánglovagoknak. A szakemberek úgy tapasztalják, a kéménytüzek többségét a karbantartás, azaz a kéményseprés elmaradása okozza. Pedig az ellenőrzés és a megfelelő tüzelőanyag kiválasztása életmentő lehet, mondja a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Az első helytelen begyújtások következményeit a visszaáramló füst, amivel megint rendszeresen találkoznak a tűzoltóink, valamint van még egy harmadik ilyen tényező is, ez pedig sajnos a kipattanó szikrák, amelyek ellen sokan nem védekeznek, tehát nincs esetleg egy fémtárca, ami felfogja ezt a szikrát, és ezáltal ugye a környezetében található éghető anyagok bizony hamar lángról is kapnak, és ennek pedig az lesz a következménye, hogy az egész ház lángokban áll majd a végére. A szóvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy ne halmozzuk fel nagy mennyiségben a tüzelőanyagot, és csak jó minőségűt használjunk. Deli Gyula, a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerv Tolna megyei ellátási csoportjának vezetője azt mondja, legfontosabb a megelőzés. Bár csak a társasházi ingatlanokban kötelező, mindenképpen vegyük igénybe a kéményseprő szolgáltatásait, ugyanis ellenőrzik és kitisztítják a kéményeket, felhívják a figyelmet a tüzelőanyagok megfelelő tárolására. A helytelen tüzelőanyagra nagyon oda kellene figyelni, szárazfával és nem mindenféle műanyaggal tüzelni, ez koromlerakódást idéz elő, ez a kátrány réteg, a kátrány az egyik legveszélyesebb, leggyúlékonyabb anyag. Sajnos ez okozza a legtöbb esetben a kéménytüzeket. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, a kéménytüzek évről évre csökkenő tendenciát mutatnak, ami 2018-ban 27, 2019-ben 24, idén 10 hónap alatt 18 kéménytűzhöz riasztották a Tolna megyei tűzoltókat. Ez annak is köszönhető, hogy az emberek megteszik a szükséges ellenőrzéseket, követik az előírásokat.